világ egyik első számú spirituális vezetője. Nem részesít előnyben egy vallási irányzatot sem. Az ő vallása a szeretet és a szolgálat. Ennek tükrében kórházakat, egyetemeket, iskolákat alapított, humanitárius segítsége mindenütt megtalálja a rászorulókat. A neve Amma azt jelenti anya. Ahol jár, magához öleli az embereket. Már több millió embert ölelt magához, nem csak hazájában, Indiában, hanem a világ számos országában, Európától Amerikáig. A közeljövőben Magyarországra is ellátogat. Amma szerint a szeretet a boldog élet alapja. A szeretet az igazi természetünk. A mindennapi emberek a tudomány és technika világában élnek. Hogyan ismerhetik fel, hogy a spirituális világ épp oly valóságos? Mi az, ami boldoggá teszi őket? A mások boldogsága az én boldogságom, és a mások lelke az én lelkem. Mert ismerem a világ természetét, a világ dolgait. Ha valaki tud úszni, annak nagyszerű játék, ha úszhat az óceánban. De annak, aki nem tud úszni, annak ez rettenetes élmény, akár meg is fulladhat az illető. Hasonlóképpen, ha megértjük a világ természetét, akkor minden boldogító lesz. Mindent a saját lényem kiterjesztésének látok. Ha például van 100 tégelyünk tele vízzel, bennük 100 nap tükörképét látjuk, holott a valóságban csak egyetlen nap létezik. Ha a bal kéz fáj, a jobb kéz megsimogathatja, vigasztalhatja, mert a bal kéz is az enyém. Érezzük, hogy a testünk egy egység, egy összetartozó egység. Hasonlóan a mások fájdalma az én fájdalmam, és a mások bánata az én bánatom. Belül független vagyok. Ugyanakkor, ha mások fájdalmát látom, én is fájdalmat érzek. És nagyon boldog vagyok, ha másokat boldognak látok. A modern tudomány segít megérteni a külvilágot. A spirituális tudás a belső világ, az elme megértésében segít. A spiritualitás segít, hogy megfelelő módon nézzük a külvilágot. Hogy ne tulajdonítsunk a kelleténél sem több, sem kevesebb jelentőséget semminek. A spiritualitás segít karbantartani az elmét, a lelket, a belső világot. Mind a modern tudomány, mind a spiritualitás fontos. Egyenrangúak. Mit tegyen egy átlagember annak érdekében, hogy mindezt megértse? A saját tapasztalataik alapján kell rájönniük. Annak alapján kell megérteniük, ahogyan a világban élnek. Lehet 25 ezer euróért is órát venni, de ha a pontos időt szeretnénk tudni, arra épp elég egy 10 eurós óra. Ha ezt az elvet megértjük, akkor valóban jó dolgokra költhetjük a megtakarított összeget. Olyan életet kell élni, amely értékeken alapul. Ez egy felismerés, egy megvilágosodás. Mi legyen az első lépés? Az együttérzés. Az embereknek meg kell érteniük, nem szabad szembeszállni a természet törvényeivel. A mai világban az emberek azt hiszik, a saját erejükből bármit képesek elérni. Mindenki azt akarja, hogy a másik változzon meg. Pedig akkor, ha mi magunk változunk, automatikusan megváltoznak a többiek is. Amma, van-e még fejlődés az ön spirituális útján? Ha rájössz, hogy egy vagy az egyetemes tudattal, akkor nincs több fejlődés, hiszen egy vagy vele, te vagy az. Ebben az állapotban nincs kicsi vagy nagy, minden egy azon tudat manifestációja. Ha túllépsz azon, hogy én és az enyém, olyan, mintha kilépnél a kis házadból a térbe, a tér érzetéről van szó, a térről, ez egy állandó állapot, egy létállapot.